Az átlagosnál is több férfi fordult meg a virágboltokban. Nőnapon a legtöbben virágot is adnak ajándékba. Főleg a primulák, a fogföldi bolyák, kampanullák, és hát nagyon sok elegáns virág, mint például a hortenzia, vagy itt a kála, lilium. Főként ezeket a virágokat vásárolták a férfiak, hogy kedveskedjenek női ismerőseiknek. A tapasztalatok szerint a lila színű virágokból fogy a legtöbb. A boltok készen álltak a nagy rohamra. Nagyon sok fiatal, a középkorosztály is, meg még idősebb korosztály is emlékszik a régi időszakra is, amikor a nőnap egy nagyon nagy ünnep volt, nagyobb, mint most, de most is nagyon sok fiatal szeretettel tartja ezt az ünnepet. A tapasztalatok szerint a legtöbb férfi gondol női ismerőseire, szeretteire, és nőnapon valamilyen ajándékkal kedveskedik. Igazából nem készülök rá, így konkrétan, de mindig meglepem anyukámékat, gitározok valamit, vagy meglepem őket egy kis kedvességgel. Persze, hogy meglepek. Az édesanyámat is, a barátnőmet is, elsősorban őket. Hát virággal gondoltam, és valamilyen édességgel, tehát ilyen teljesen klisés dologgal. Egy kis ajándékkal nejemnek. Egy egész kevés kis ajándékot, egy tábla csokoládét, vagy valamit. A kámoni arborétumba nőnap alkalmából nem kellett belépőt váltaniuk a női látogatóknak. Nagyon ügyes dolog. Nem is értünk volna ide, ha ezt nem olvassuk, azt hiszem. Különösen ő neki kell egy kis séta, meg nekem is. A hölgyek örültek a nőnapi meglepetéseknek. Én kaptam egy fitness bérletet, megmondom őszintén, meg virágot, mert most kezdtem el járni edzésre, és a páromtól azt kaptam, úgyhogy meg hát ugye az édesség, egy-két szál virág. Én őszintén megmondom, én azt gondolom, hogy minden nap legyen nőnap. És akkor nem kell ezt a március 8-at megjegyezni. Csak egy kis szeretet, egy kis megbecsülés, és az bőven sok. Akik ezekben a napokban látogatnak ki a kámoni arborétumba, már különféle színekben pompázó virágágyak között sétálhatnak. Most nyílik a hóvirág, tőzike, krókusz.